Attól függetlenül, hogy a nyelveken szólás lelke ajándéka megvan-e bennünk, vagy nincs, van egy szó, amit akkor is megtanultunk, ha nem akartuk. Ez pedig így hangzik, hogy like, vagyis kedvelés. Mert ha valami tetszik, abból, amit kitesznek elénk az internetre, akkor tudjuk, hogy mely gombot kell megnyomni, ami azt jelenti, hogy kedveljük, lájkoljuk, tetszik nekünk. Az én kérdésem ma reggel, az első kérdésem az, hogy van-e itt valaki, aki a saját életének a jelenlegi szakaszára tudna egy nagy lájkot nyomni, hogy én kedvelem az életemnek azt a szakaszát, amelyikben vagyok. Nem tudom, hogy lehet-e ezenről most éppen szavazni az SMS-eken keresztül, vagy Wi-Fi-n keresztül, akinek kedves ez a módszer, akkor írjon egy nagy igent. Hadd lássuk, hány igen lesz. De akinek egy ilyen öt ágú lájkja van fölemelhetés, én abból is érteni fogom, hogy ez azt jelenti, hogy like. Jó, egy sokkal nehezebb kérdést teszek föl ennél. Ez most nem nyert, látom, hogy nem többségi szavazattal nem ment át. Következő kérdésem az, hogy kedveled-e a gyülekezeted életét abban a szakaszban, amelyikben most van a gyülekezeted? Ha lájkolni tudod a saját gyülekezetedet, akkor egy nagy igent oda a képernyőre, de akinek ötágú lájkja van, hadd lássam. Hát ez kezd alakulni. Úgy látszik, hogy egy kicsivel többen lájkolják a gyülekezetüket, mint a saját életüket. Nem tudom, hogy lehet ez, de ez a valóság. A harmadik kérdésem így hangzik. Szerinted a te gyülekezeted életére, a szomszédjait, vagy akik az utcában laknak, vagy a városlakók, megnyomnák-e azt a gombot, hogy like, nekünk tetszik, kedveljük a gyülekezetet? Tehát nem te, mert azt láttam, hogy kedveljük, hanem a városlakók benyomnák-e, én ezt a gyülekezetet kedvelem, lájkolom a veszprémi gyülekezetet, a balatonfüredi gyülekezetet, pécsi gyülekezetet, sokan vagytok, nem tudom felsorolni. Na, hadd lássuk ki, az, aki azt mondja, hogy az ő gyülekezetét a városa lájkolja. Azt látom, hogy 2-3 gyülekezet azért akad, abból a 25-ből, amit jelen van, nagyon jó. Egyáltalán, és most jön a nehéz kérdés, szükség van erre, hogy bennünket lájkoljon a város, ahol élünk? Vagy sokkal egyszerűbb lenne, ha azt mondanák, hogy üldöznie kellene a városnak a gyülekezetet. Vagy pedig azt mondani, hogy hát megvetjük őket, mert milyen tisztán tanítják az igazságot. Nem gyanús, hogyha kedvelnek bennünket a környezetünkben? És most jön a ma reggelnek a legegyszerűbb kérdése, tudtok-e olyan gyülekezetről a Bibliában, ahol a Biblia maga, Isten maga azt mondja, hogy a város lájkolta a gyülekezetet? Tudtok ilyet? Melyik ez a gyülekezet? Melyik? Tökéletesen. Olvassátok a Bibliát, Apostolok cselekedete 2:47. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülendőkkel. Mi történik akkor, hogy az egész város azt mondja, hogy mi lájkoljuk ezt a gyülekezetet? Mit tud tenni az Úr akkor, hogy a város azt mondja, hogy kedveljük ezt a gyülekezetet? Napról napra szaporítja Isten az ő népét. Szeretném, ha úgy mennénk el innen, hogy egy kicsit tovább vigyük a gyülekezetünket, ha hazamegyünk, hogy ismert legyen és kedvelt legyen a városban. Hogy a Jóisten napról napra szaporítani tudja a gyülekezetet.
Ez egy misszió képzésnek, egy misszió konferenciának az eredménye, amit szeretnénk látni. De mit csinált ez a gyülekezet, hogy a város azt mondja, hogy ez tetszik nekünk? Tud-e valaki mondani ebből bármit, és mit csináltak, ami kiváltotta ezt a kedvelyük? Az előző 3-4 verset, ha megnézitek, ott van előttetek a Biblia, bármilyen formában, 42-től 47-ig, mi az, amit ott találunk. Először is tanulni vágyott ez a gyülekezet, ezt csinálta, semmi szenzáció nincs benne. Azután imádkoztak, kitartóan imádkoztak, ha baj volt, azért, ha nem volt baj, akkor azért. Azután közösségbe jártak kitartóan, nem egy héten egyszer, 11-től 12-ig, hanem többször is. Azután negyedsorban azt olvasom, hogy adakozó, önfeláldozó gyülekezet volt, foglalkoztak mások szükségleteivel, és az ötödik az volt, hogy az imádatnak a gyülekezete volt, mert dicsérték háladással az Istent örömmel. Tehát valahogy az első keresztény gyülekezet ki tudta fejezni az örömét. Amikor a város lakói megnézték, hogy hogy élnek ezek az emberek, azt látták, hogy mosoly van az arcukon. Azt látták, hogy kedvelik a saját életüket. Azt látták, hogy kedvelik a gyülekezetüket, és jó ott lenni. És ezért a város is kedvelte a gyülekezetet. Azon gondolkodtam, hogy van-e valamilyen titka annak, hogy ez a gyülekezet ezt az 5 egyszerű dolgot folyamatosan végezte. Milyen élmény volt emögött? Milyen esemény, milyen találkozás volt emögött? Nem egyszerűen csak megtanulták, hogy ezt kell csinálni, ha akarjuk, hanem fogcsikorgatva össze kell járni. Ha akarjuk, hanem örömöt kell mutatni. Inkább más mutatnánk, inkább sírnánk, inkább gyászolnánk. De mivel ezt kell tenni, ezért celluxal behúzzuk a mosolyt a szánkon, hogy örülni tudjunk. Vajon mi volt e mögött? Egy nevet kérek. Egy eseményt, egy élményt. Ki volt? A Szentlélek Isten volt, akivel találkoztak. Ezen a konferencián sok mindenről fogunk beszélni. Én azt szeretném ezekkel a bevezető igei gondolatokkal, hogy bármilyen módszerről beszélünk, bármilyen élményről beszélünk, ne felejtsük el, hogy minden gyülekezeti cselekvésnek akkor van értelme, ha mögötte van ez a találkozás a Szentlélek Istennel. Mert egyébként erőtelen, energia nélküli, semmit nem érő emberi erőfeszítés lesz. És ezért úgy kezdjük el ezt a napot, hogy kérjük a Szentlélek Istent, hogy vegyen bennünket birtokba. Nem tudom, hogy valaki fogott-e magas feszültségű villanyvezetékeket, markolt-e valaha is a kezébe. Már nem élne, azt mondja itt valaki, hogy már nem élne. Én fogtam ilyet, és élek. Mi a magyarázata ennek? Ó, mennyire tudjátok, nem volt benne áram. Az áramtalanított vezetékekről szeretnék egy titkot elárulni nektek, hogy biztonságosak. Vontató kötelet lehet sodorni belőle. Össze lehet vele drótozni széteső dolgokat. Szárítónak is lehet használni. Kreatív emberek sok mindenre tudják felhasználni, csak egyre nem. Világításra, energia, forrás továbbvinni, csak arra nem jó. De nem baj, legalább nem ráz meg. Én nem azt szeretném, a Duna melléki egyháztelet gyülekezetei áramtalanított, magas feszültségű vezetékek lennének, amik mindenre jók, csak arra nem, hogy az energiaforrástól a fényforrásig elvigyék az energiát. Szeretném, ha megtelnénk
energiával, és kapcsolatba kerülnénk a forrással. Egyébként mivel magyarázzátok azt, hogy egy vert csapat, Péterék, csalódottak, bezárkóztak, elveszítették az önbizalmukat, és egyszer csak az utcára vonultak ugyanezek az emberek, és azt mondták, hogy ha bebörtönöztök, akkor is, ha megvertek, akkor is, ha megparancsoljátok, hogy nem szólhatunk, akkor is. Nem érdekel, hogy nem ismerjük az irodalmi nyelvet elég jól, nem érdekel, hogy nem vagyunk annyira képzettek, mint a rabbik, mi akkor is mondjuk, mert van mondani valónk. Mi volt ennek a különbségnek az oka? Hát, mert a vezetékekbe visszakerült az áram. Találkoztak a Szentlélekkel. Ha ott laknánk, vagy ott lennénk, és elolvasnánk az aznapi újságokat, akkor tudjátok, hogy mit olvasnánk a napi lapokban? Hogy világrengető történelmi események tanúi vagyunk. Például ilyeneket, hogy a germán népek átkeltek a Rajnán, összeesküvők Tiberius életére törtek, válság és éhínség tört ki a birodalomban, és odaírták az újságírók, hogy meghatározó történelmi események, a világot átformáló események tanúi vagyunk. És mindeközben a keresztények nem ezeket osztották meg, nem ezek miatt mentek ki az utcára, hanem egyszerűen öt banális, értelmetlen, logikátlan dolgot csináltak. Dicsérték az Istent örömmel, összegyűltek naponként, hallgatták az igét, imádkoztak és ettek együtt. Nem tudunk semmit a germán népekről, ma Tiberius kapcsolatos összeesküvések sem mozgatják a világot, de annak a 11 embernek, azután annak a 120-nak, meg azután annak a 3000-nek, meg azután annak az 5000-nek, az egyszerű, banális cselekedete megváltoztatta a világot, és mi miattuk vagyunk itt. Ma a napilapok sok mindent írnak, amik megváltoztatják az országot, Európát, ezt a világot. De én arra kérem testvéri közösségeket, hogy hagyjuk másokra a világ dolgait. És térjünk vissza ahhoz, ami akkor megváltoztatott egy közösséget, ami akkor arra késztetett egy egész várost, hogy kedvelje a gyülekezetet, és ami ezek után arra késztette Isten szent lelkét, ha ilyen a gyülekezet, akkor küldök oda naponta üdvözülendőket. Nem savanyú emberek, nem élettelen emberek, nem szárító kötelek, hanem élet van benne. Ha kedveljük az életünket, ha ezt csináljuk, kedvelni fogjuk. Megbeszéltem reggel a technikusokkal, hogy így szemléltessék azt, hogy mennyit érnek a drónok energia nélkül, és köszönöm, hogy ennyire figyelmesek voltak, hogy a megfelelő pillanatban hozták ezt a szemléltetést. Még csak annyit szerettem volna elmondani ehhez, hogy a második világháború után a párizsi békekonferenciára egy arábiai Lavrász nevű úriember beduinokat is elhozott, és a sivatagi embereket lenyűgözte Párizsnak a sok-sok látnivalója és szépsége, de leginkább, ami megragadta őket, a szálloda volt, és a szállodában is az egyik helyiség, mégpedig a fürdőszoba. És azon belül is a csap. Mert ezek a sivatagi emberek egyszerűen nem tudták felfogni, hogy csak hozzáérnek ez a csaphoz, és folyik az iható víz. És ettől ámulatba estek. Mit nem adtak volna a sivatagban? Egy ilyen gombért, egy ilyen csapért. Amikor véget ért a konferencia, és haza kellett vinni őket, akkor a szállodában azt látta a tulajdonos, hogy
mindenhol leszerelték a csapot. Egyetlen dolog, amit elvittek, az a csap volt. Hogy majd, ha hazamennek, akkor a sivatagban egy mozdulattal legyen nekik víz. Testvéreim, mi nem a csapot szeretnénk ezen a hétvégén odaadni, nem azt a varázs módszert, amit ha otthon megnyomunk, akkor folyik belőle a lájk, meg folynak belőle az üdvözülendők. Isten adja, a Szentlélek adja. Keressük meg azt a kapcsolatot, amivel a Szentlélekkel, a forrással közösségbe kerülhetünk. És itt van az a pillanat, hogy a mi lelkünket felkészítsük mindarra, ami történni fog ma és holnap. És ne felejtsük el, hogy nélküle szárítókötelek vagyunk, vagy víz nélküli csapok. És a mi életünk legyen olyan, hogyha a város, ha hazamentünk, ránéz arra a közösségre, azt mondja, igen, egy nagy lájk. Ez a lájk misszió. Ezek az emberek kedvelik a saját életüket, kedvelik egymást, kedvelik a közösséget. Ezért mi is kedveljük őket. És ezek után a Szentléleknek kedve lesz ahhoz, hogy naponta üdvözülendőkkel szaporítsa az ő népét. Én azt kérem, hogy álljunk föl, és keressünk egy ima partnert, és kérjük a kapcsolatot az energiaforrással. Kérjük, hogy a Szentlélek vegyen teljesen hatalmába bennünket, és tegye ezt a két napot egy olyan élményé, egy olyan találkozássá, hogy kicserélt lélekkel térjünk a mi otthonainkba. Kérem, álljunk föl. És kettes csoportokban, vagy maximum hármas csoportokban forduljunk a Jóistenhez.